Szeretett testvéreim, a Római Levél első részének 9. és 10. verseit olvasom. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Ezekben a versekben Pál apostol még mindig, mint egy bevezetőként szólítja meg a rómaiakat, de mi kivehetjük azokat a momentumokat, amik bennünket is érintenek. Az egyik, hogy tanúm az Isten, akinek teljes lelkemből, teljes szívemből szolgálok. Az apostol, ha valamit tett, azt ő totálba tette. És nagyon jó, hogyha mindnyájan a tőlünk telhető teljes bedobással végezzük, amit végzünk. Legyen az házi munka, legyen az munkahelyi feladat, legyen egyéb, legyen szolgálat, igazából ez úgy megy igazán. Hát ami teljes szív és lélek ebben az emberben lakott, hát az nem lakik bennünk ilyen intenzitással, de nekem is ez a vágyam, hogy Uram, hadd szolgáljak teljes lélekkel a te fiad, a Jézus Krisztus evangéliumában. Ezért próbálom úgy végezni ezt is, hogy a tőlem telhető legjobbat adjam tovább. Azután írja ő, hogy szeretett volna elmenni már, és könyörög azért, hogy adassék út, hogy mehessen. Sokszor nem értjük igazán, hogy Isten bizonyos dolgokat miért nem úgy ad meg, ahogy mi úgy logikusnak látnánk. Pedig gondoljátok csak el, ha Pál eljut jóval előbb Rómába, ez a levél, ez a csodálatos, gazdag és történelemformáló és életeket megragadó hatalmas levél nem születik meg. Akkor ő elmondhatta volna, amiket elmondott ott. Isten sokkal jobban tudja, hogy minek, mikor van itt az ideje. Úgyhogy mi kérhetjük, és rajta lehetünk, sőt, a mi dolgunk az, hogy munkáljuk a mi üdvösségünket, ahogy a Filippi levélben írja, hogy dolgozzátok ki a ti üdvösségeteket, legyetek rajta, készítsétek elő a következő lépést, végezzétek odaadóan a munkátokat. De a következő vers ott a Filippi 2-ben, a 13. vers már azt mondja, mert Isten az, aki munkája. Mind az akarást, mind a munkálást, a véghez vitelt, az ő tetszésének megfelelően. Tehát ez a feszültség áll a mi életünk és szolgálatunk menetében, hogy nekünk dolgozni kell, végezni kell. Ugyanakkor igazából arra kell figyelnünk, hogy Isten elképzelése menjen végbe időarányosan az életünkben, hogy ő vezessen ebben, és ő állítson meg, és tudjunk megállni, hogyha megállít, ahogy Pálékat, mikor ugye Európába hozták az evangéliumot. Megállította a kisázsiai mezőkön, és elhozta, hogy végezzék a továbbiakat. Úgyhogy mi itt ezekben a versekben is látjuk azt az alapállást, azt a lelki, érett, hívő hozzáállást,
amivel Pál ezeket a dolgokat is megharcolja. És eljön, és aztán tudjuk is, hogy eljött az idő, ha nem is úgy, ahogy ő elképzelte, de hogy el fog jutni Rómába, de itt most ő még imádkozik ezért, és közben végzi a dolgait. Így legyünk mi is, bármi tervünk, vágyunk van, közben végezzük napra készen azt, ami jelenlegi feladatunk, és imádkozzunk. Tárjuk az Úr elé, és kérjük, hogy ő ossza be úgy, ahogy jónak látja a projekteket. Így szoktuk magunk között mondani feleségemmel, hogy a soron lévő projektek. Mindig jön a következő, vagy kettő-három is, amit meg kell oldani. Vagy az unoka jön, és akkor egy hétig, vagy néhány napig. Az egy projekt, vagy valamit intézni kell, mint most ezeket a gázóra ügyeket, az megint egy projekt, de ezekkel imádságban ott állunk előtte, és szeretnénk megtenni, ami napra készen a feladatunk.